Mentsük meg a méheket és a gazdákat! Ezzel a címmel indult európai polgári kezdeményezés. A kampány fő célja, hogy 2035-ig fokozatosan kivonják a szintetikus növényvédőszereket, segítve ezzel a biológiai sokféleség helyreállítását és egy beporzóbarát mezőgazdaság kialakítását. Erről beszélgettünk az Éghajlatvédelmi Szövetség elnökével. Az Éghajlatvédelmi Szövetség és a Reflex Környezetvédő Egyesület múlt héten csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez szervezetként is, és azt vállaltuk, hogy egy picit próbáljuk ezt az ügyet népszerűsíteni. Méghozzá azért, mert ugye benne vagyunk egy olyan környezeti változási időszakban, ami nagyon fontos lenne, hogy megfékezzünk. És hogyha nézzük azt, hogy a városaink rengeteg energiát használnak fel fenntarthatatlanul, és ez egy hatalmas, közismert probléma, ugyanilyen probléma az is, hogy a mezőgazdálkodásunk az nem olyan, amilyennek lennie kéne, és sajnos a felelőtlen gazdálkodás folyamán nagyon sok beporzott, és egyébként nem csak a mézelő méheket, hanem más hasznos rovart is elpusztítunk. Az európai polgári kezdeményezés felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy javasolja a tagországoknak és az Európai Parlamentnek, hogy nagyobb figyelmet kapjanak a méhek és gazdáik. Ezért három pontban szedték össze a javaslatokat. Az első és legfontosabb a szintetikus növényvédőszerek fokozatos kivonása az EU mezőgazdaságából legkésőbb 2035-ig. A második pont az arról szól, hogy ezzel kapcsolatosan hozunk ilyen intézkedéseket, ami segít visszaállítani a Európai Uniónak a biológiai sokféleségét. Ugye, ha most járjuk a tájat, akkor azt látjuk, hogy monokultúrák vesznek bennünket egyre inkább körül, hogy ezt egy picit fordítsuk vissza, és legyen sokszínűbb a minket körülvevő környezet, és ne csak a természeti környezet, hanem picit a mezőgazdaságban is sokszínűbb legyen a gazdálkodás, és picit ehhez kapcsolódik már a harmadik pont, ami pedig arról szól, hogy támogassuk azokat a gazdákat, akik erre nyitottak, hogy kisebb léptékben, sokszínűbben a környezetet kímélően gazdálkodnak. A méhek és beporzó rovarok Európában és világszinten megmutatkozó hanyatlása csupán egy kezdeti jele a biológiai sokféleség összeomlásának. A szakértők kijelentették, hogy a jelenlegi gyakorlat folytatása ezen túl már nem választható lehetőség. A kampányhoz csatlakozni a Reflex Egyesület weboldalán lehet.